Következő kétperces felszólaló Gaudi Nagy Tamás, Jobbik. Köszönöm szépen a szót, elnök. Hát szerintem most nagyon mélyebb belementünk, de szerintem helyes is, hogy ezt tesszük, mert mikor másod és mikor, ha nem most vitatjuk meg ennek a kérdésnek a súlyát. Ez egy nagyon komoly össztársadalmi probléma, és nem hiába született meg ez a 46/2003-as országgyűlési határozat, amely komplex stratégiára kötelezi az államot, a kormányzatot. Ennek keretében tett már lépéseket az országgyűlési, fogadta el a távoltartási intézményét, most pedig ennek tett eleget a kormány, amikor benyújtotta a büntető törvénykönyvet abban a formában, hogy ezt a lelki bántalmazási elemet tartalmazza. Én egészítettem ezt ki, és kérem továbbra is a támogatását a kormánynak is ahhoz, hogy a testi sértéses cselekmények esetében is egy minősített elbírálást kapjon. De ez egy abszolút le nem becsülhető fajsúlyú kérdés. Tehát ez olyan mértékben rongálja, zúzza szét az emberek életminőségét, akik egyébként nemi szerepüknél fogva, életkoruknál fogva kiszolgáltatottak, mert egyetlen tény, hogy a családon belüli erőszaknak a sértetti köre azért az döntő részben nőkből, gyerekekből, idősekből áll. Tehát nem jelenti azt, hogy nincs vice versa, de azért a fő tendencia ez mindenképpen ez a lelki terror, lélektana és anatómia, ez egy hihetetlenül bonyolult rendszer. És ez a látható jéghegy csúcsa sok esetben szinte egy minimális kis esemény, most már nem akarom idézni ezt az ominózus formát, nyilván más is lehet, a kedvenc könyvnek a széttépése, a kedvenc gyűjteménynek a nem tudom, leöntése valamivel, jó, persze lehet, hogy rongálásban átcsúszhat, de nem, azzal nem lehet megfogni nyilván. Tehát itt egyszerűen össze kell fogni, én arra kérem most minden párt képviselőjét, hogy 2002. október 6-án volt egy vitanap a Magyarországgyűlésben ilyen témában, mert tudom, rég volt 10 éve, én se fejből tudtam, most utána néztem, akkor mindenki egyetértett abban, minden akkori párt képviselő, most az új pártok, ugye az LMP meg a Jobbik becsatlakozik ebbe a fogalomba, viszont nem értem, hogy akkor a KDNP, MSZP meg mégsem akarja, tehát oldjuk meg ezt a problémát, és emeljük be ezt a tényást, vagy módosítsuk akkor, de akkor ne vegyük ki. Köszönöm szépen. Megadom a szót 2 perces reagálásra Gaudi Nagy Tamásnak, a Jobbik képviselőjének. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Itt tényleg arról van szó, amit Szilágyi György képviselőtársam is mond, hogyha sérült emberekké fejlődnek azok a gyermekek, akik ilyen családokban nőnek fel, ahol tényleg egy ilyen otthon szörny uralja gyakorlatilag a mezőt, és lényegében tényleg nehezen is bizonyítható, nem ismernek, reménykednek ugye a megoldás, és egy jellemző része egyébként ennek a lelki sanyargatási tényállásnak, hogy a lelki szenvedést, terrort elszenvedők, az utolsó percig is reménykednek, már a 66. eset után is még azt gondolják, hogy 67-szer már nem fogja őt megalázni, megfélemlíteni és lelki bántalmazással érinteni az elkövető, de mégis ez történik. És egy sérült társadalom jön ebből létre. Bocsánat, már sajnos azt kell mondanom, hogy nem, hogy jön majd létre, jelentős részben sérült a társadalmunk. Tehát meg kell védenünk őket, és nagyon furcsálom egyébként, hogy két kiváló jogász kollégáról van szó, ugye Salamon László és Bárándi Gergely személyében, tehát ők kreativitásukkal azt gondolom bőven képesek lennének arra, hogy olyan módosító javaslatokat nyújtsanak be, amely valahogy alkalmasabbá teszi esetleg az ő általuk felvetett kritikai szempontok fényében ezt a javaslatot arra, hogy igazán azt a célt szolgálta, amit ezek szerint ők is támogatnak, de például Kis Péter is támogatta ezt, az akkori munkaügyi miniszter 2002. októberében fogadta Morvai Krisztinát, aki ugye a teljes nemzetközi joganyagot oda tette eléjük. Ennek alapján volt egy vitanap a parlamentben 2002-ben, majd pedig ez alapján fogadták el az országgyűlési határozatot, és ez írja elő azt, még kötelező erővel is, hogy meg kell teremteni mind a társadalmi, mind az intézményi, mind meg a törvényi feltételeit annak, hogy ezek a jelenségek visszaszoruljanak, mert nyilván soha megszüntet, vagy örök megszüntetni nem lehet, ez tény, de egyszerűen ebbe az irányba most már el kell mozdulni, és ezt üzeni ez a törvényi tényállás. Ehhez kérjük a támogatásokat. Köszönöm szépen!